kedvenc lányaimmal, Enikővel és Líviával ma egy mogyorós karamellás csoki bombont fogunk készíteni, reméljük sikerrel. Ennek az a lényege, hogy ez tökéletes ajándék lehet mondjuk anyák napjára, vagy például karácsonykor egy becsomagoljuk utána egy színes papírba, celofánba, a szaloncukor helyett is tökéletes. De nem hiszem, hogy van ideje megélni ezt a dolgot, hogyha előre elkészítjük, mert a gyerekek ezt nagyon fogják szeretni, legalábbis remélem. A mogyorós karamellás csoki bombóhoz szükségünk van török mogyoróra, vajkaramellre, a krémhez étcsokira, tejcsokira, vajra, különféle kiöntő formákra, főző tejszínre, pontosabban habtejszínre, inkább zsírosra, és a bevonathoz fehér csokoládéra, illetve étcsokoládéra. Először elkészítjük hozzá a krémet. Arra kérlek benneteket, én beledobom a vajat, a csoki tördejétek bele, léci, jó? Apa beledobta nagyvonalúan egészben, de léci, tördejétek bele. Ez, ha jól emlékszem, 5 deka vaj, 15 deka tejcsoki és 10 deka étcsoki, de a pontos receptet majd olvashatják a blogomon. Igen? Megvagytok? Még nem. Oké, addig én csinálok itt némi tüzet. Oké, nem foglak felgyújtani. Na, megvagytok már, manók, igen. Igen, tördelje már, tördelje. Oké, teszünk hozzá 1 deci habtejszínt. Itt az a különbség, hogy a főzőtejszínnek kisebb a zsírtartalma, és nem is habosítható olyan jól. Így, mi? És föltesszük a tűzre. Mondhatnám, hogy tegyük vízgőzre, meg ilyeneket, de nem kell vele bíbelődni. A tejszín az alján elterül, nem fog leégni semmi. Reméljük mi sem. Egy kanalat oda készítek, és maga várjuk, hogy félig megolvadjon. De hogy addig se tétlenkedjünk, arra kérlek, hogy 30 szem karamellt, ez a tányér tökéletes, ebbe számolj bele nekem, légy oly kedves, jó? 30 szemet, köszönöm. És akkor 30 darab bombon készítünk, rendítsek? Ki ötös matekból? Rendben, akkor számoljatok együtt. Ha a csokoládét túl melegen olvasztjuk, összeáll egy tömbé, és onnantól kezdve nem lehet megolvasztani, nem lesz bevonóképes. Éppen ezért, még akkor is, hogyha csak krémet készítek belőle, megmutatom, én félig olvasztom csak föl. Ez elég meleg ahhoz, hogy itt szépen magától, néha belekeverve, gyönyörűen fölolvadjon minden, annak a veszélye nélkül, hogy összeáll egy tömbé, és nem lehet vele majd dolgozni. Néha majd belekeverek, ez így szépen megolvad. A karamell megvan. Következő lépés, hogy a magyarót megpirítjuk. Ez egyfelől ízt ad a magyarónak, másfelől sokkal könnyebb lesz leszedni a héját majd. Egyszer ledörzsöljük róla, amit most ilyenkor még ugye nem lehetne. De ez majd a lányok feladata. Na, megvan a 30? Totira? Kiderül, hogyha nincs. Rendben. Oké. Várjál, itt volt egy nagy tányérom, azt megszerzem, amíg pirul a magyaró. A karamellt föl fogom olvasztani egy kicsit. Ez vajkaramell, zsírosabb, mint a tejkaramell, ehhez a deszerthez ez a jó. De nem olvasztom föl egyszerre az összeset, mert akkor nem fogok tudni vele dolgozni. Két megoldás is van ennek a megpuhítására, hisz nem az a cél, hogy teljesen fölolvadjon. Az egyik, hogy sütőbe teszem, de az szinte felesleges. Itt most jól jön bizony nekünk a mikrohullámos sütő, ugyanis ez 10 másodperc alatt meglágyul annyira, hogy a két tenyerem között el tudom nyomkodni, és majd beleteszünk egy héjától megfosztott mogyorót, de arra még egy picit várni kell. Megpirítgatjuk, leszedjük a héját, ledörzsizitek nekem, jó? Bár még nem is kérdeztem a jegyeiteket. Lehet, hogy mégiscsak mit érdemeltek ma? Ötös. Ötös? Miből? Mindenből. Matek, írás, olvasás, tesi, rajz. Tesi, olvasás, írás. Tényleg ennyi tantárgyatok nem is volt? Ma ne bomolj. Egyébként lehet, hogyha sokáig rázogatom, akkor magától is lejön a héja.
pontosan úgy, mint ahogy a gesztenyét sütik eredetileg. De erre majd visszatérünk akkor, hogyha itt a gesztenye szezon. Én szerintem ez jó is. Mert hogy a serpenyő ilyenkor még tök forró, így. Na gyertek. 30 szép szemet fogok kérni, majd tőletek ide kitenni, jó? Na gyertek. Most akkor az következik, hogy mikróban felolvasztom a karamellt, illetve csak meglágyítom. De nem viszem el egyszer az összeset, mert nem fogok tudni vele dolgozni. Inkább adagonként mondjuk tízesével megcsinálom, körülbelül az annyi is. Úgyhogy irány a mikró. Na emberpalánták! Érkezem is itt a karamellel. Várj. Igen, mit lopkodtál el? Nem lesz elég a végén. Nem, csak finom lesz. Jó. Ja, hogy finom lesz? Oké. Okay. Jöhet a mogyi. Egy oda, egy ide. Nem számoltátok ki a 30-at? A következőre kettő ide, kettő oda. Nem, volt. Ja, mert hogy ketten vagytok? Plusszak. Úgy gondolod? Tehát nem kell attól megijedni, hogyha esetleg időközben visszakeményedne a karamell néhány másodperc a mikróban, és újra el lehet vele dolgozni. A lényeg, hogy vaj karamell legyen, mert az zsírosabb. Hello! Utána leültetlek, és pucolni fogsz kegyetlenül. Azt nem. Na jöjjön, hol van a magyaró? Igazából, ha ilyenkor a gyerekeket el lehet küldeni, fürdeni. Nem. Vagy házi feladatot írni, hát az praktikus lehet, mert sokkal hamarabb végzünk. Nem baj, mi nem szeretünk. Hát mit csináltál már megint, ember? Nekem nem tűzös a keze. Na, inkább számoljátok meg, hol tartunk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. A felével meg vagyunk. Azért tesse semmi. Nos, időközben elkészültünk ezzel a golyózással. Nem állítom, hogy megvan a 30 darab, de azért biztos lesz néhány a végére, amit le tudunk fotózni. Most pedig a következő, megfürdetjük őket csokoládéban, nem a gyerekeket, bár lehet, hogy örülnének neki, hanem csak a karamellgolyókat. Miért nem a felé fürdetek? Micsoda? Egyszer én most nem is tennék bele többet. Azt szeretném, hogy a csokoládé mindenhol jól érje. Úgy. Ez még olvadt ez a csoki, de semmi baj, hiszen a következő feladat, hogy ezekbe a kis formákba belemerem. Akinek nincs ilyen formája, ne keseredjen el. Tökéletesen csinálhat ugyanilyen csokoládé bombonokat. Mindössze annyi a feladat, hogy amikor így megszületett, ennél egy kicsit hagyja sűrűbbre a csokoládét. Nekem az a szerencsém, hogyha én betöltöm ebbe a formába, akkor ő itt megtartja a formáját. De akinek nincs ilyen, az fogja magát, és egy kicsit sűrűbb masszával tegye sütőpapírral bélelt tepsire. Gyönyörűen ugyanígy meg fog húzni, csak ez most ahhoz lágy, hogy sütőpapíron lehessen dolgozni, ez most formához való. Na akkor nektek pedig azt szeretném, hogy adok egy párat, és léci, majd simítgassátok el a csokit benne, jó? Legyen elég csoki rajta, jó? Tessék? Mindjárt adok neked is, Livi. Na gyere, simogasd el addig. Gyere, másik ember palánta. Jó. Na, emberek, én végeztem. Ezt most betesszük hűteni, addig csokoládét olvasztunk. És aztán jön az izgalmas része, hogy kiterjük a formából. És megesszük. Jó? Először bevonjuk csokival. És utána esszük meg. És utána esszük meg.
Nagy szerencsénk, hogy a műsort a Samsung támogatja, ugyanis van egy spéci hűtő, aminek van egy hűtő a hűtőben funkciója, ami 0 fokot képes csinálni pillanatok alatt a hűtőben, és ez most nagyon jól jött a csokoládé bombonnál. Meg is dermed primán. És pillanatok alatt. Na, hozom nektek a bombont, lánykák. Jó lesz? Nagyon. És megnézzük, hogy tényleg jól megkötötte. Megpróbáljuk akkor kiborítani a kis csoki bombonjainkat. Annyi lenne, hogy fölülről megpróbáljuk kinyomni. Jó, az könnyű. És remélhetőleg sikerülnie kell. Gondolod, hogy könnyű? Jó. Nem mondom, hogy tökéletes lett a formája, nem de majd baj, még gyakoroljuk. Igazából még egy fél óra hűtés nem lett volna baj neki, ha nagyon őszinte akarok lenni. De nem baj. De nem baj. Akkor most a vizemet eltüntettem innen. És következzék az a folyamat. Várjatok, várjatok. A fehér csokoládé fölolvat. Igazából az előbb mondtam, hogy nem feltétlen fontos a csokoládét vízgőzön olvasztani. A fehér csokoládé azért nagyon kényes. Most én sem mertem megreszkírozni, hogy ne vízgőz fölött tegyem. És miután ennek a csokoládénak a cukortartalma lényegesen magasabb, általában 55%, azt hiszem az előírás, hogy annál több nem lehet. Ezért ez könnyen barnul, könnyen karamellizálódik, hamar összeáll egy csomóvá. Úgyhogy én a 30 deka fehér csokoládéhoz most tettem 1 deciliter tejszínt, és így olvad föl gyönyörűen. Ezzel most kimártjuk a golyókat. Várj. Ezzel most nekem is rumlim van, várjatok egy picit, mert nem tökéletesek a golyóbisok. Egy picit várni kell vele, sőt, ez lehet, hogy így nem is fog üzemelni, de se baj. Ilyenkor csináljuk úgy, ahogy ez klasszikus, ráöntjük a fehér csokoládét. Szerzek, várjál, szerzek egy kanalat, szereznék. Adjatok nekem egy kanalat, lánykák, légy szíves. Köszönöm. Tehát mielőtt nekem megfesti ezt a fehér csokoládémat, ezért megpróbáljuk azt, ahogy általában dolgozunk mondjuk a konyhán, hogy bevonjuk vele. Így. Ezzel most viszonylag gyorsan dolgozunk, vagy legalábbis remélem. Ezt most úgy csinálom, mint a kaszinó tojást szoktam. Ami lefolyik, visszakanalazzuk rá. Egész addig, míg nem dermed rá annyi, amennyit szeretnék. Remélem bombonkészítők nem nézik. De azért is nagyon finom lesz. Igazából a gyerkőcök a kinézetre nem sokat adnak ilyen szempontból. Megígérem, hogy karácsonykor csinálunk egy másikat, és akkor még zökkenőmentesebben fog az egész zajlani. Vagy hát a fenét magyarázkodom, ilyen szép cifrát nem is csinál más. Igaz? Na jól van akkor. Szerintem már elég sok csoki lesz rajtuk, betesszük a hűtőbe, megdermed, és utána tálaljuk, jó? További szép békés napot mindenkinek, mi még ezzel egy kicsit itt eljátszunk, betesszük a hűtőbe, és ahogy a csokoládé megdermed, jól megesszük, úgyhogy önök csak a fényképét fogják látni. Viszont látásra, köszönjetek, integessetek, csokolommal, hello!